Herceg Sándor a Rádió Hét korábbi munkatársa politológiával és blogolással is foglalkozik. Kezdetben internetes blogjában találhattak az érdeklődők különféle történeteket, amelyek életfogytiglanra ítéltekről szóltak. Ezek kutatása közben talált rá egy vásárhelyi esetre, amely a most megjelent könyv címadója is lett, Öt halott a vásárhelyi paplakban. Ez a többes gyilkosság 1944. szeptemberében történt, amikor a szovjet csapatok már közel jártak Vásárhelyhez. Nagyon sokan féltek, nem alaptalanul egyébként a szovjet csapatoktól. Többek között ugye Nagy Béla református lelkész is ő közé tartozott. Hát ő dupla félelmet is átélhetett, hiszen ő lelkész volt, és ugye tudjuk, hogy a szovjet csapatok azok nem különösebben tisztelték. Az akkori államrendszer szerint a lelkészeket, egyébként a papokat sem tekintetélkül bármilyen vallási felekezetre, és hát ő akkor követte el ezt a tettet, amit a könyvben ki is fejtek. A könyvben összesen 14 hasonló történet található, az első eset 1877-es, a legutolsó pedig a 2018-as vásárhelyi kettős emberölés, amely kapcsán a gyanúsított nő testvére is nyilatkozott. Bár ez is egy meglehetősen brutális történet, ám mint kiderült, mégsem ez, hanem a diószegi féle emberölés, amely az 1800-as évek végén történt a legmegdöbbentőbb a szerző szerint. 8 ember halt meg, és teljesen értelmetlenül, és ott találtam még egy amerikai szállat is a végén, ezt majd a könyvbe kifejtem, de az ott több gyerek is meghalt, hiszen ott egy házas pár és 6 gyermeke halt értelmetlen halált, és hát az egy nagyon olyan indokkal, vagy egy olyan ügy volt az, ami gyakorlatilag azóta is megmagyarázhatatlan. Herceg Sándor stábunknak azt is elárulta, kutatásai főleg korabeli újságokra, valamint a katolikus és református egyházak anyakönyveire irányultak, de sok időt töltött a helyi levéltárban, a temetőkben, valamint azzal is, hogy amennyi esetnél csak lehetséges, felkutasson olyan vásárhelyieket, akik még emlékeket őriznek. Ez több esetben sikerült is neki, így az ő elbeszéléseik is belekerültek a könyvbe.